pályán lovagolható geometriai alakzatokat nevezzük más néven patanyon figuráknak. Ezek mind külön neveket is kaptak, mint például az átlóváltás, kiskör vagy fél lovarda. Egy lovas minél képzettebb, készlete annál szélesebb. Lássuk akkor, hogy mi a céljuk és mire jók. Patanyon figurák nem csak a díjlovagló programok geometriai alkotó elemei. Részei a mindennapi lovaglásoknak, akár egy osztálylovaglásnak, akár egy versenyre készülő díjlovasnak, vagy egy ugróedzésnek is. A patanyon figurák egész sora létezik, ezek tetszőleges kombinálásával majdnem végtelen a gyakorlatok száma. Az edző dönti el, melyik feladatot mi kövesse, és milyen jármódban találja megfelelőnek a cél elérésének érdekében. Ezek az alakzatok multifunkciósak. A patanyon figurák a lovat ráállítják a lovas segítségeire, továbbá megfelelő sorrendben és pontosan végrehajtva segítenek a lovat ellazítani, főleg ha átmenetekkel, nyújtásokkal fűszerezzük. A ló éberségét is fönntartja, a fiatal ló figyelmét is jobban leköti, ha változatos feladatokat kérünk tőle. Ezeken felül a kiskör például osztálylovaglásnál akkor is használhatjuk, ha az előttünk haladó lovashoz túl közel érnénk, és ezzel megoldjuk, hogy ne lovagoljunk rá. A gyakorlatok pontos végrehajtásában segítenek a pálya szélén elhelyezett betűk. Ezeket a betűket használjuk díjlovaglásban is, helyük, sorrendjük meghatározott. A kis négyszög mérete 20 méter x 40. Itt a betűk sorrendje a következő. Kezdjük az alakzatok közül azzal, amelyikkel az osztálylovaglásnál szoktunk leggyakrabban irányt, vagyis kezet váltani, az átlóváltással. A lovas a rövid fal után az ívet még kilovagolva kezdi a hosszú fal elejéről, átlósan, középen áthaladva a hosszú fal végéhez érkezik úgy, hogy az ívet szépen kilovagolva tudja a rövid falon a másik kézre folytatni a lovaglást. Például jobb kézzel haladva KXM átló után bal kézre lovagol tovább. Az átváltás. Figyelem, nem átlóváltás, hanem átváltás. Ezzel is kezet váltunk, végrehajtását elkezdeni, pedig egy kis félkörrel kell, majd onnan 45 fokos szögben visszatérünk a vonalra. Fél lovarda. A lovaspálya felét értjük ez alatt, amit EXB vonallal osztunk ketté. Vagyis a fél lovarda a hosszú fal felénél kezdődik, középen X-nél áthalad a lovas, és a szemközti hosszú fal közepéhez érkezik. Középből. A rövid fal közepétől a szemközti rövid fal közepéig halad a lovas, tehát a téglalap alakú pályát AXC vonallal most hosszában felezzük el. Ezt is lehet kézváltással lovagolni. Nem is gondolnánk, hogy milyen nehéz akár egy egyszerű középből feladat is, amikor a lovasnak a hosszú fallal párhuzamosan kell lovagolnia a lovarda közepén, CXA vonalon. Pedig nem könnyű egy kezdőnek vagy fiatal lónak valóban egyenesen haladnia hosszan, például vágtában, úgy, hogy nincs a ló mellett fal vagy korlát, ami vezesse. Persze minden a ló és lovas gyakorlottságától és képzettségétől függ, hiszen a patanyon figurák magasabb jármódokban és pontosan végrehajtva feladják a leckét lónak és lovasnak egyaránt.